Én így és Gyulának félig meddig földie vagyok. Gyermeki kalandozásaim nagyjában azon a vidéken folytak le, amely így és új könyvének a puszták népének is színhelye. Mégis úgy olvasom ezt a páratlanul gazdag és hiteles élményekkel zsúfolt könyvet, mintha valami izgalmas útleírást olvasnék egy ismeretlen földrészről és lakóiról mintha felfedező utat tennék, amely annál inkább tele számomra szenzációkkal és izgalmakkal, mert ez az ismeretlen földrész véletlenül a saját szülőföldem. Milyen valószínűtlen volt, hogy akadjon valaki, aki képet rajzol ennek a titkos mélységnek belső életéről. Így és talán az egyetlen ember, aki erre vállalkozhatott. A pusztát csak az ismerheti belülről, aki maga is a puszta gyermeke. De ez az ismeret csak akkor válhat tudatossá, ha a puszta gyermeke kilép a pusztából és fölébe emelkedik. És aki egyszer kilép a pusztából, az ritkán tart többé a pusztával közösséget. Az többnyire már szintén csak kívülről hajlandó nézni a pusztát. Kivéve, ha költő, Akiben gyermekkorának párlata önnön múltjának lelke él. Ilyen költő így és ezt tette képessé és hivatottá, hogy fölfedezze számunkra az ismeretlen emberfajt, a puszták népét. Mabics Mihály I. és gyula puszták népe nyugat 1936. 6. szám.